napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim, Uraim, tisztelt képviselőtestület! Köszöntöm Önöket, megkezdjük a mai munkánkat. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 12 fővel határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Pávkovics Gábor képviselőurat és Szurcsikné Fábián Gyöngyi képviselőasszonyt kérem fel. A napirendekhez lenne egy olyan javaslatom, hogy a harmadik napirend után tárgyaljuk egymás után a következő napirendeket, tehát tárgyaljuk negyediknek a 2016 évi komptarifákról szóló előterjesztést, ötödiknek az önkormányzati bérlakások és a 2016 évi lakbérekről szóló előterjesztést, hatodiknak a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló előterjesztést, és hetediknek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló előterjesztést. A 16-nak jelzett napirendben a pályázatok helyett javaslom tárgyalni a beszerzési szabályzatról szóló módosított előterjesztést, amelyet most megkaptak, és amelyet eredeti formában már tárgyaltak a bizottságok is, illetve a képviselők is megkaptak. Más kiegészítésem nincs a napi rendekhez képviselőtestületnek. Akkor kérem, amennyiben az elhangzott módosításokkal a napi rendeket elfogadják, jelezzék készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Első napi rendünkben egy tájékoztatót hallunk az Országos Városmarketing versenyről. Köszöntöm a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kar Turizmus Vendéglátás szakának hallgatóit, akik a pályázati anyagot készítették, név szerint Farkas Gellér Dániel, Barnaki Bernadett és Marcis Mariettát, valamint felkészítő tanárukat, dr. Szlezák Bartó Zsuzsannát. Mielőtt átadnám nekik, önöknek a szóterepet, előtte Cserdi Áron alpolgármestert kérem meg, hogy egy rövid tájékoztatást adjon az előzményekről. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők. Idén ősszel döntött úgy Mohácsváros képviselőtestülete, hogy csatlakozik az Országos Városmarketing verseny kiírásához. A Miskolci Egyetem hirdette meg ezt idén immáron negyedik alkalommal, ezt a lehetőséget, ezt a kiírást, amelyhez több tucatnyi város csatlakozott, tehát igazán egy rangos és nagyon, mondhatjuk, hogy nívós kihívásokkal teli feladat és vetélkedő volt mindez, amely több fordulóból is állt. Volt egy területi forduló, amelyet Pécset rendeztek meg november végén, november 27-én a Zsolnai Kulturális Negyedben. Ezen a fordulón 8 csapat, ebbe a fordulóban 8 csapat került be, és ezt a 8 csapatot zsűrizték egy 10 fős zsűri, amelynek én magam is tagja lehettem. A 8 csapat pályamunkája közül az első 2 legjobbat juttatták tovább az országos döntőbe, és az első 2-ben a szekszárdi hallgatók csapata benne volt, így aztán ők joggal és méltó módon képviselhették a saját magukat is természetesen, és ezáltal egy picit mondhatjuk, hogy Mohács városát is ezen az országos döntőn, amelyet Miskolcon rendeztek meg, hiszen, amit mondtam, a Miskolci Egyetem kiírásáról van szó, és az ország számos egyeteme csatlakozott ehhez. A feladat jellege és lényege pedig úgy nézett ki, hogy a hallgatóknak, minden csapatnak ez volt a feladata, kellett választania egy-egy várost a listán szereplő városok közül, és ezt a várost kellett picit bemutatniuk, illetve arról beszélniük, hogy milyen lehetőségek, milyen potenciális lehetőségek rejtnek abban az adott városban a turizmus, az idegenforgalom szempontjából. A csapat neve is már sokat mondó, hiszen a marketing és a tuning, ugye, amit angolosan tuningnak kellene igazából szépen ejteni, tehát ez a tuning szó, az a feltuningolás, amit már az autó kapcsán ugye mindenki ismert annak idején is. Tehát a marketing és a tuning szónak egy ilyen elegyéből a market tuning csapat nevet választották maguknak, és készítették el a Mohácsról szóló prezentációkat, amelyet bemutattak Pécsett is, amit említettem, jelentős sikerrel, hiszen továbbítottak az országos döntőbe, és aztán egy kicsikét átdolgozott változatban, vagy lehet, hogy nagyon átdolgozott változatban, majd mindjárt meglátjuk, ugyanezt bemutatták az országos döntőben Miskolcon is. Hát
Én kérem akkor a csapattagokat, hogy fáradjanak ide a vetítőhöz, és mutassák be a prezentációjukat. Hogyha mikrofonra van szükségük, akkor én az enyémet átadom, jó? És akkor úgy tudnak majd dolgozni. Nos, sok tisztelettel és szeretettel szeretnék én is köszönteni mindenkit. Már a nyitóképünk is elég árulkodó, szívünk csücske mohács. Ezt igazából Facebookon találtuk ezt az oldalt, és úgy gondoltuk, annyira megszerettük a várost, hogy úgy gondoltuk, hogy ezt felhasználjuk, fel szeretnénk használni a továbbiakban. Azt a verziót szeretném bemutatni, amivel az országos versenyen, amit az országos versenyen is előadtunk. Először is szeretném bemutatni a csapattársamat, tőlem jobbra Barnaki Bernadett, mellette pedig Farkas Gellért, jó magam pedig Marcis Marietta vagyok. Hát ugye Mohácsról szól az előadásunk, nem hiszem, hogy túl sok új információt fogunk tudni önöknek átadni, de azért próbáljuk meg. Először is bemutattuk a város magát, az elhelyezkedését, ugye Miskolcon nem tudtuk, hogy mennyire ismerik. A nevét bemutattuk, és a megközelíthetőségét, hogy mennyire jó a megközelíthetősége. Nagyon kedvező infrastruktúrával rendelkezik, jó mezőgazdasági feltételekkel. Itt látható egy közelebbi kép, és itt a mohácsi járás, hogy Mohács város a központja. A lakossági adatokról kaptunk az alpolgármester úrtól egy egészen friss adatot, ami azt jelzi, hogy majdnem 20 ezer fő. A nemzetiségi összetételét tekintve magyarok, németek és horvátok alkotják a várost. A főbb látnivalókban látnivalóiban nagyon gazdag, itt a főbb látnivalókat szerettük volna bemutatni. A képen ugye a városházát és a fogadalmi templomot mutattuk be, ami nevezhetjük, hogy a város jelképévé vált. A harmadik képen pedig a, nem nagyon látni, de a három leány szobra, amivel szerettük volna bemutatni a három nemzetiségnek az összekapcsolódását. Itt felsoroltuk még a többi látnivalót is, a Szent Háromság szobrot, a Szepesi parkot, a Hősök parkját, a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyet, a Dunapartot, a Busóudvart és ugye a Révátkelőt is, a Kompot is megemlítettük. Nagyon fontos szerepet kap ugye a hagyományőrzés Mohácson. Ez leginkább a busójárás köré alakult ki, vagy hogy arra összpontosít. A busó maszkfaragás, a bocskorkészítés, a fazekasok, és itt nagyon fontosnak tartottuk kiemelni a mohácsi fekete kerámiát is, amit nem szeretnénk, hogy elveszze az értékét. Nagyon jó helyzetben van a város, mivel majdnem minden évszakban van legalább egy kiemelt rendezvény. Itt ezeket szerettük volna bemutatni, ugye télen a busójárás, azaz a Poklade, ezután májusban a Nepomuki Szent János ünnepség, hoztunk hangulat teremtő képeket is. Augusztusban nagyon jó a helyzet, két rendezvény is van, a Nemzetközi Néptáncfesztivál és az sokat Vapfőző Fesztivál, szeptemberben pedig ugye az elmaradhatatlan Szüreti és Bor Fesztivál. A további rendezvényeket is szerettük volna bemutatni, felsoroltuk és képeket is hoztunk. Nagyon szeretnénk kiemelni a Szent Miklós Malomnapot a Mohácsi Vízimalomnál és a Mohácsi Csata ünnepségsorozatot. A jelenleg használt marketing eszközökből három csoportot hoztunk létre, országos, helyi és online. És országos szinten használják a médiát, a szaklapok, folyólapokban jelennek meg Mohácsról szóló cikkek, rovatok, helyszinten ugye a tévé, az újság, nagyon színes a tárház, online pedig mohács.hu, ugye két fajta, az ékezetes és az ékezet nélküli, a busójárás.hu, és Facebookon is nagyon jelentősen képviselik magukat, és nagyon pozitívnak találtuk, hogy
a mohácsi busójárás már egy évvel előtte kap egy eseményt, és így tudnak készülni az emberek rá, hogy mikor lesz, úgy tervezik a programjukat, hogy el tudjanak jönni. A jelenlegi fejlesztéseket szeretném még kicsit kiemelni. Ugye ez a mobil applikáció, amit már láthatunk is, hogy létrejött, ami nekünk is ötletünk volt, és nagyon pozitív volt, hogy amikor ellátogattunk Mohácsra, már azt a hírt kaptuk, hogy ez már folyamatban van. És a Mohács imásfilm, ami szintén nemrég készült el, ami tegnap néztem, közel 5000 látogató, vagy nézettséget vonzott már magával. A gasztronómiát szeretném még kiemelni, ugye itt is a három nemzetiségnek az összekapcsolását, hogy a hatásai mennyire érvényesülnek. A baloldali képen a cserepes töltött káposzta, a szárma látható, amint megtudtuk. A középső képen a gibanica, ami sósan vagy édesen készítenek, és a csevabdzsicsa. Ugye nagy jelentősége van még a mohácsi halászlének, ezt is mindenképpen meg kell említeni, és a sokacbabnak. Hát még egyiket se kóstoltuk, de majd lehet, hogy a továbbiakban, későbbiekben fogjuk. És most szeretném átadni a szót Gellértnek, aki a kutatásunkról és a borászatokról fog beszélni. Én szeretettel köszöntök mindenkit itt Mohácson, köszönjük a meghívást. Szerettük volna kiemelni a borászatokat, mivel ugye mi alapvetően turizmus szakos hallgatók vagyunk, így látunk benne potenciát. Láttuk, hogy sok lehetőség van, tehát vannak borászatok, jó minőségi borászatok, viszont úgy tapasztaltuk, hogy nem kapnak kiemelkedő figyelmet. Ezt majd később a kérdőíves kutatásunkból önök is láthatják, hogy miért állítom ezt. Ami meglepett engem is, illetve a csapatunkat is, hogy bár nem kapnak kiemelt figyelmet, mégis jó minőségű honlappal rendelkeznek, könnyen áttekinthetőek, bárki számára könnyen érthető, van elérhetőségük a borászatoknak, illetve a borászoknak is, és három nyelven elérhető az összes honlap, vagy a honlapok nagy része. A pályázatokból ezt a kettőt emeltük ki, az ifjúságfejlesztés és integráció mohácsi fiatalokért, illetve a dél-dunántúli régió kerékpár turisztika fejlesztése. Úgy gondoltuk, hogy ez a két legkiemelkedőbb a turizmus szempontjából. Készítettünk egy online kérdőívet, melyet közösségi oldalainkon osztottunk meg. Ez mai napig elérhető, tehát hogyha későbbi ebben szükség lenne le, bármikor újra létre lehet hozni, el lehet kezdeni újra megosztani. Ez a kérdőív nagyon messze eljutott, voltak kitöltőink Angliából is 2 egész pontosan, de az ország minden pontjáról, javarészt Baranya, illetve Tolna volt, akik ahonnan a legtöbben kitöltötték. Jól látható, hogy a nemek aránya, hát a nők voltak többségben 70%-kal, és a korcsoportok, ott a szám sajnos nem látszik, a 19-től, illetve a 25 éves korig volt kiemelkedő. A kérdőjünk során kíváncsiak voltunk, hogy járt-e már Mohácson, aki töltünk. Itt 84% azt mondta, hogy igen, járt már. A 16%, akik azt mondták, hogy nem jártak, ők viszont szeretnének majd a közeljövőben ellátogatni, és alig 2% említette azt, hogy ő nem szeretne eljönni. Az igénybe lett szálláshelyekből az ismerős rokon a kiemelkedő, viszont az apartman, panzió, illetve szálloda is gyakran volt megemlítve ilyen egynapos üdülések, szállások szempontjából. Kíváncsiak voltunk, hogy mit gondolnak a kitöltőink a turisztikai fejlettségről, illetve Mohács értékeiről összességében. Itt a 3, illetve a 4 pont dominál, mint látható. Mi szeretnénk ezt elérni, hogy ne csak 3-4 pont, hanem inkább a 4, illetve az 5 pont legyen kiemelkedő. Készítettünk, vagy megkértük a kitöltőinket, hogy pár szóban értékeljük Mohácsot, mi jut eszükbe róla, mit gondolnak róla. Itt jobb oldalt látható a jelenlegi imázsa gyakorlata a Mohácsnak. Jól látható, hogy a busójárás kiemelkedő, szinte az összes kitöltőnk ezt említette. Viszont az 1526, Duna, tánc, hajózás, busómúzeum, tehát úgy gondoljuk, hogy ezekre mind lehetne építeni, mert az emberek tudatában van, erre lehetne programokat készíteni. És amit említettem korábban, itt jobb oldalt egy diagram látható, csak hogy nem látható. Szóval
megkérdeztük, hogy ismernek-e mohácsi borászatot. A kitöltőink közül 199-en azt mondták, hogy nem ismernek mohácsi borászatot, és amik megemlítettek, az Eberthard pince volt, illetve a Planina borház, és úgy gondoljuk, hogy ezt érdemes lenne fejleszteni a közeljövőben. Nyilván Szekszárd és Villány árnyékában úgymond ez nehéz, de mi látunk benne lehetőséget mindenképpen. Ami érdemes megemlíteni, hogy a turizmus az erősen februárra koncentrálódik. A vendégészakák számában is jól látható januárhoz képest, hogy mennyivel több ember jön ide februárba. Ezt szeretnénk elérni, hogy mindenképpen egyenletesebb legyen az elosztás, hogy minden hónapban legyenek turisták. És akkor átadnám a szót. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én az ötleteinkről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy milyen újításokat találtunk ki, illetve terveztünk. Elsősorban a gasztronómiát helyeztük előtérbe. Ugye Mohácson elég sokszínű a gasztronómia, így Mohács a Duna közepén található, és kivitelezhető lenne egy gasztronómiai fesztivál a dél-dunántúli dunamenti városok gasztronómiai fesztiválja, ami később kinőhetné magát a testvérvárosokra, meg lehetne őket invitálni, és mindenki bemutathatná a saját falvának, városának a gasztronómiáját, meg lehetne kóstolni, esetleg egy verseny keretében ezt létre lehetne hozni, illetve a többi dunántúli, illetve a többi dunamenti városra is ki lehetne terjeszteni ezt. Hát Mohácson ugye elég sok borászat működik, de nem kapnak elég figyelmet, mint már ezt említettük is, és a Mohács boly fehérborút is megszűnt, így arra gondoltunk, hogy a Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft.-hez hasonló szervezetet létre lehetne hozni, amely összefogná ezeket a borászatokat, mégis egységesítené, de megmaradna a kuriózuma a borászatoknak, illetve egy csillagtúrát lehetne létrehozni, amely során el lehetne látogatni a borászatokra, a borkóstolókon lehetne részt venni. Aztán szintén szekszárdi mintára terveztünk egy üzlethálózatot lehetne létrehozni a helyi termékekből, amely később a helyi termékfesztiválra le is ki lehetne kineveszteni, tehát hogy kinőhetné magát. És ez is ugye összefogná a helyi és vidéki termelőket. Aztán ugye most fejlesztik a kikötőt, de mi arra gondoltunk, hogy egy korszerű kikötő, amely nagyobb turisztikai hajók kikötésére is lehetőséget nyújtana, ez nagyon pozitív lenne a városnak. Elég sokan látogathatnának ide ugye turisták a Dunán, egy új kikötő, egy megállóhely helyet lehetne létrehozni. És itt a kikötőben létre lehetne hozni egy infópultot is, ahol megtalálható lenne esetleg az aktuális programok, amik vannak a városban, a látnivalók, illetve egy Mohács térkép is, illetve a már felújított kerékpárút infrastruktúrájának fejlesztésére létre lehetne hozni ilyen kisebb szervízpontokat, ahol bicikli belső gumit lehetne vásárolni, illetve üdítőket, így nem kellene egy 24 órás felügyelet ennek a figyelésére. Illetve a Mohácsi csata emlékünnepség kiegészítéseképpen létre lehetne hozni egy gyerekprogramot. Ugye itt az animációs film is már elkészült, és nagyon könnyen lehetne így a gyerekeknek tanítani a történelmet, főleg ugye Mohácsról. Korhű ruházatokat, interaktív foglalkozások lehetnének, illetve kézműves programok, lovaglás, íjászat, kardozás. Szerintem ez nagyon pozitív lenne, gyerekeknek élvezik nagyon ezeket. Illetve a marketing eszközök kibővítésére még kitaláltunk egy ilyen matricás módszert, amit nagyobb rendezvényeken lehetne osztogatni egy matricát, ahol ez a QR kód is olvasható lenne, ami Mohács rendezvénynaptárához vezet, és ezzel is lehetne
népszerűsíteni ugye Mohács városát, illetve egy nyereményjátékot is lehetne indítani, feltölteni ezt a matricát Instagramra, Facebookra, megosztani, ugye ezzel is népszerűsíteni lehetne az oldalt, és nyeremények kíséretében ugye lehetne ezt bővíteni. Illetve az országjáró busó még egy ötletünk, amely szintén a közösségi oldalakon való megosztásokkal lehetne népszerűsíteni. Ez arról szólna, hogy egy busó beöltözve a nagyobb városokat érintve járná az országot, és népszerű megjelenésével így népszerűsíthetné a mint Mohácsot, illetve a busójárást. Itt is lehetne ugye osztogatni ezeket a matricákat, illetve nyereményjátékkal ugye népszerűsíteni az egész programot, esetleg egy mohácsi hétvége lehetne a fődíj. Illetve még egy ötletünk, a Mohács üzenőfal, melyet a busójáráson ki lehetne helyezni, és mindenki ráírhatná, hogy miért szereti Mohácsot, mit gondol róla, és ebből hetente egyet-kettőt össze lehetne gyűjteni, és meg lehetne osztani a közösségi oldalakon, illetve a mohács.hu-n, ezzel is népszerűsíteni, és ezt később el lehetne vinni kiállításokra, turisztikai kiállításokra is esetleg. Mint kiderült, összegezném az előadásunkat. Szerintem jól bemutattuk, hogy milyen sok lehetőséget látunk a városukban. A pályázati lehetőségek, a Duna, a borászatokra próbáltunk hangsúlyt fektetni, próbáltuk ötleteinknél a költséghatékonyságot, hogy minél korábban lehessen ezeket bevezetni, ugye minél kreatívabbak próbáltuk lenni, és reméljük, hogy elnyerte a figyelmüket. Itt szeretnénk a forrásainkat bemutatni, és köszönjük a figyelmüket. És ha esetleg kérdésük van, szívesen válaszolunk. És szeretnénk átadni egy kis ajándékot önöknek. Az elkészült tervet, amit elkészítettünk. Mutasd meg. És köszönjük szépen a segítséget, a meghívást és mindent. Nagyon szépen. Egy apró ajándékunk nekünk is van, nem tudom, hogy beláttam éppen a képbe, de azt meg tőlünk fogják szeretettel. Ugye a borászat többször szóba került, meg hogy ezen még esetleg lehetne kifelé nyitni a borászattal kapcsolatban. Hát most éppen a 2016-os Mohácsi Naptár, egy olyan Mohácsi Naptár lesz, amelyben a borászatok jelennek meg, minden hónapnál egy-egy borászat mutatkozik be, úgyhogy reméljük, hogy ez is egyfajta nyitást jelent majd, vagy egyfajta ismertséget, és akkor ezt szeretném átadni most én a csapattagjainak és tanárnőnek is, aki ott szerényen a háttérben ül, de ő fogta össze ezt a munkát. Köszönjük szépen! Amíg az Áron átadja a kis ajándékokat, szeretném, mivel a borászat elég jelentős hangsúlyt kapott az anyagban, szeretném elmondani, hogy az önkormányzatnak is van egy kis pincészete, borászata, de a borunk még nincs lepalackozva, majd ha sikerül lepalackozni, akkor eljutatunk önöknek is belőle néhány palackkal, hogy megkóstolhassák, illetve akkor szeretettel várjuk önöket a jövő évi busójárásra, majd a meghívót küldeni fogjuk. Gratulálok az anyaghoz. Képviselőtestületnek emlékeztetőül szeretném elmondani, hogy mi erről a programról már korábban tárgyaltunk, és 100 000 forint támogatást nyújtottunk akkor a csapatnak a munkájukhoz. Köszönjük szépen még egyszer a munkájukat, és akkor szeretettel várjuk önöket a busójárásra. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. A következő napi rendünk a beszámoló két ülés közti fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Nincs kiegészítésem a napi rendhez, képviselőtestületnek, amennyi Weber Zsolt képviselő úr.
Köszönöm a szót. Egy dolgot szeretnék csak megemlíteni, az elmúlt héten történt, pontosabban ezen a héten szerdán volt második alkalommal megrendezve az adventi szeretet vacsora, és azoknak a segítségét szeretném itt ezúton is megköszönni, akik részt vettek ebben, a Sebaj Egyesületnek, a Családsegítő Szolgálatnak, az adományozó vállalkozóknak, a Pándi Otthon konyhai dolgozóinak, akik részesei voltak a vacsorának az elkészítésében, és hagyj említse meg Hegedűs Emesét is, aki nagy részt vállalt ennek a megszervezésében. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Földváriné Vizsuzsa képviselőasszony. A Mohácsi Német Önkormányzat 5. alkalommal rendezte meg december 8-án a mézes kalácsütést a Német Nemzetiségi Házban. A délben kezdődő és estig tartó sütésre a város minden iskolájából érkeztek gyerekek, csoportosan a nevelőkkel, illetve egyénileg a szülőkkel és nagyszülőkkel. Körülbelül 250 gyerek járt így a délután a Német Nemzetiségi Házban. És az ameddig sült, vagy az addig elkészült mézes kalácsból ehettek a gyerekek, és táncokat, dalokat is tanulhattak. Majd ezután kezdődött a Mi Betlehemünk című kiállításnak a megnyitása, és ott pedig díjátadás is történt. Ebben már a város óvodái is részt vehettek, illetve az iskolás tanulók is nagyon sok pályamunkát küldtek. A sütéshez az alapanyagokat a Mohácsi Német Önkormányzat biztosította, és a sütésnél pedig a Mohácsi Németek Egyesületet tagjai segítették a gyerekeket. Ezt szerettem volna mondani, és nagyon szépen köszönjük nekik ezt a fáradtságos munkát, hiszen én is ott voltam, és tapasztalhattam, hogy azért ennyi gyereknek a mozgatása, sütéshez való oda vonzása, ezért nagyon nagy munka, úgyhogy köszönjük a Német Egyesületnek és a Német Önkormányzatnak is ezt a délutánt. További hozzászólás igény, amennyiben nincs, úgy kérem, aki a beszámolót elfogadja, jelezze készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Következő napirendünk a Baranya megyei kormányhivatal, Mohácsi járási hivatal működéséről szóló tájékoztató. Köszöntöm Galambosi Nagy Andreát, a járási hivatal vezetőjét. Akkor megkérem, hogyha van kiegészítés, akkor legyen szíves kifáradni, és akkor a kiegészítését megtenni. Köszönöm a lehetőséget. Az írásos anyaghoz szeretnék egy kicsit hozzászólni, illetve az írásos anyagról. Mindez a tisztelt képviselőtelős testület előtt. Jól hallanak engem? Ez így? Ismert 2013. január 1-ével megalakultak a járási hivatalok, és a Mohácsi járási hivatalban 2014. március 20-án került kialakításra a kormányablak. A kormányablakok kialakításánál ugye alapkoncepció volt, hogy egy helyen nagyon sok ügyfajtát el tudjon intézni az ügyfél, illetve hogy az ügyintézés az ne egy időveszteség legyen, ne stresszel járjon, hanem egy gördülékeny munkafolyamattal és egy gyors ügyintézéssel. A Mohácsi kormányablakban az ügyintézési, illetve ügyfélfogadási időt azt látják az írásos anyagban, ez az elég tág időintervallumú ügyfélfogadási idő, ez tényleges ügyfélfogadási időt jelent, tehát az ebédidőket is úgy oldjuk meg, hogy a kollégák felváltva mennek el, hogy ugye sok dolgozó állampolgár akar ebédidőbe is tud jönni hozzánk ügyet intézni. Érdemes megjegyezni a kormányablakokról szóló 515/2013-as rendeletet. Ez az a rendelet, ami rendelkezik hatáskörünkről, illetékességünkről, és ez az a rendelet, ami tartalmazza folyamatosan, lendületesen bővülő hatásköreinket. A számok ugye magukért beszélnek, tehát az látszik az írásos anyagból, hogy mekkora ügyfélforgalmat bonyolítunk le egy évbe. Itt most a 2015-ös évet vizsgáltuk október 31-ig. Ha megnézték és olvasták a felsorolt ügycsoportokat, abból kiderül, hogy legtöbbször az ügyfelek még a hagyományosan intézhető okmányirodai feladatok miatt keresik föl a kormányablakunkat.
viszont az is jól látszik, hogy egyre többször veszünk be olyan ügyeket, amit meghatároz a hatásköri rendeletünk, és ami kérelem szintű, tehát továbbítás céljából vesszük be, ezek tipikusan családtámogatási ügyek, a Magyar Államkincstár felé továbbításra kerülő ügyek. Az írásos anyagból, a hivatalból induló ügyeinket is láthatják, hogy milyen ügytípusok tartoznak hozzánk. Biztos, hogyha már jártak nálunk, akkor ügyfél elégedettségi kérdőívet töltettünk ki önökkel. Az ügyfél elégedettségi kérdőíveink is nagyon jó visszajelzéseket mutatnak, tehát az ügyfelek elégedettek magával az ügyintézés minőségével és az ügyintézésnek az idejével is. Egy elég jó és felkészült kormánytisztviselői kar áll rendelkezésünkre a kormányablakban. És itt ugye szeretném azért megemlíteni, hogy a kormányablaknak az elődje az okmányiroda volt, ami itt került létrehozásra 2000-ben Mohácsi székhellyel, a Mohácsi polgármesteri hivatalba. Tehát az, hogy mi most jelenleg ilyen színvonalas munkát tudunk végezni, az egy közös érdem, mert ennek az alapjai azok itt fektetődtek le és itt fejlődtek ki. Az idei év a Baranya megyei kormányhivatal életében egy jelentős év volt, mert nagyon, tehát a kormányhivatal 10 járásából 9-ben már működik a kormányablak, és az idei évben több kormányablak átadására került sor. Ugye Sejjén, Szentlőrincen, a Pécsi járásban 3 kormányablak is, Szigetváron, Bújon, Sásdon. Az állampolgárokat, ugye minket az ügyintézés gyorsasága és egyszerűsége mellett legjobban az érdekel, hogy mennyibe kerül egy-egy ügytípus, mennyibe kerül egy-egy eljárási díj, egy-egy illeték. Azért is örülök, hogy ma el tudtunk jönni és lehetőséget kaptunk, mert 2015. december 11-én a Magyar Közlönybe kijött az illetéktörvény módosítása, illetve a díjtörvény módosítása, ami elég sok ügytípust tesz ingyenessé, illetve csökkentett illetékkötelessé. Illetve egy nagyon markáns változás lesz 2016. január 1-től az elektronikus személyigazolvány. 2016. január 4-től, ugye az első munkanaptól lehet már nálunk e-személyigazolványt igényelni. Úgyhogy én felkérném Gáspár Ágnest, a hivatalvezető helyettest és kormányablak osztályvezetőt, hogy akkor egy picit tájékoztassa önöket az elektronikus személyigazolványról és az illetékek változásáról. Én köszönöm. Nagyon nem értek. Köszöntök én is mindenkit, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy egy pár szót beszélhetek erről az új típusú okmányról, ami több tároló elemet tartalmaz magában, több funkcióként is szolgálni fog a jövőben. Elektronikus úti okmányként használhatjuk majd, természetesen új nyomat felvételével. Ezzel az új tároló elemmel tulajdonképpen az útlevél biztonsági szintjére emeli a személyigazolványt, mint okmányt a kiállító. Elektronikus azonosítási funkciója továbbá a társadalombiztosítási azonosító és az adó azonosító számot tartalmazó része ennek a személyigazolványnak. Lehetőségekhez mérten bízom benne, minél előbb használhatjuk ezeket az elemeket más hatóságoknál is. Ami nagyon fontos és novumként jelenik meg, az az elektronikus aláírás lehetősége. Természetesen ezek a lehetőségek mind kérelemre indulnak, tehát minden ügyfelet meg fogunk interjúvolni, hogy milyen funkcióját szeretné majd használni a személyigazolványnak. És az is nagyon fontos, hogy ezt az elektronikus aláírás funkciót a NIS ZRT, a Nemzeti Informatikai Szolgáltató ZRT ingyen bocsátja mindenkinek a rendelkezésére, tehát ezért nem kell díjat, illetéket fizetni. Egyéb elektronikus szolgáltatásként merült fel még, és biztosítása is kerül az ügyfélkapu egyszeri otthonról történő nyitása, amihez egy kódot fog kapni mindenki, és kényelmesen otthonról az interneten az ügyfélkapu regisztrációját el tudja végezni az, aki ezzel még nem rendelkezik. És akkor, ami ugye mindenki pénztárcáját érinti, az a rezsicsökkentéssel kapcsolatos jogszabálymódosítás, az illetéktörvény módosítása.
Közel fél éven keresztül interjúvoltuk meg az ügyfeleinket, nem csak a kormányablak, hanem más ügyfélszolgálaton is, hogy mely közigazgatási eljárásokat szeretné ingyenesen vagy csökkentett mértékben fizetni. És megjelent az illetéktörvény módosításáról szóló jogszabály, amiben a teljesség igénye nélkül, de egy párat felsorolok, amit talán a fontosabbak közé tartozik. Ilyen például a hatósági erkölcsi bizonyítvány évente 4 alkalommal ingyenesen igényelhető. Ugye tudjuk, hogy ezért 3100 forintot fizettünk eddig. A vállalkozói igazolvány és az üzletműködéssel kapcsolatos eljárások illetékmentessé váltak. Ez a személyi igazolvány, amit újonnan kapunk, és a lakcímigazolvány is tárgyi illetékmentes. Családi állapotváltozásból eredő névváltozás okán az okmánycsere, mindenfajta okmánycsere illetékmentes, az eltulajdonított okmányok pótlása. Ez nagyon fontos, nem csak a személyigazolványra gondolok itt, hanem a társadalombiztosítás, a TB kártyára, adókártyára, vezetői engedélyre, útlevélre, forgalmi engedélyre, törzskönyvre. Tehát minden, amit az állampolgár általában egy helyen szokott cipelni magával. Az oktatási igazolványok, tehát a diák és pedagógus igazolványok ingyenesen kerülnek kiállításra a jövőben. És ami még fontos, a friss vezetőknek az első jogosítvány ingyenesen kerül kiállításra. Körülbelül ennyit szeretnék elmondani. Ugye itt egyéb jogszabályok is változtak, ami a földhivatali hatáskört illeti, az öröklés jogcímén a tulajdonos változás bejegyzés és hagyatéki, vagyis a haszonélvezeti jogbejegyzés is ingyenessé válik. Tehát azért ezen jogcímek okán nem kell tulajdoni lapért, illetve bejegyzésért fizetni. És köszönöm szépen akkor, hogyha esetleg kérdés van, akkor arra nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm. Van-e kérdése valakinek? Nincs. Akkor csak egy kérdést azért feltennék. Én úgy tudom, hogy az elektronikus személyigazolványon az új lenyomat nem lesz kötelező. Ágnes azt mondta, hogy új lenyomattal együtt. Nem kötelező, tehát minden személyigazolványt igénylő ügyfelet meg fogunk kérdezni, hogy mit szeretne ezzel a személyigazolvánnyal. Ugye az elektronikus aláírás sem kell mindenkinek, tehát aki nem köt elektronikusan jogügyleteket, ezt értem magánszemélyek egymás közt és a piaci szereplők közöttire is, nem feltétlenül kell ezeket a lehetőségeket igénybe venni, ez csak egy lehetőség, mindenki szabadon választja, hogy mit szeretne. Tehát megkérdezi, interjúvolni mindenképpen az ügyfeleket meg kell. Igen. Ha Vinternic úr itt lenne a testületben, akkor bizonyára föltenné a kérdést, hogy és mi van akkor, hogyha kéri az elektronikus aláírást és ellopják az igazolványát? Az elektronikus aláírás, tehát amint bejelenti a lopást, ugye ez az okmány egy körözési rendszerre kerül föl, és mindenfajta funkció érvénytelenné válik. Ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevételéhez van egy azonosító kód, tehát ezt csak az ismeri, aki az a személyigazolvány és az ahhoz tartozó azonosító kódot megkapta. Ez tulajdonképpen úgy néz ki, mint amikor kapunk egy bankkártyát, és kapunk hozzá egy PIN kódot, az a miénk. Tehát azzal mi rendelkezünk, amennyiben elveszik, és azt ellopják, elveszik, megsemmisül, bejelenti a hatóságnál, abban a pillanatban a körözési rendszeren keresztül érvénytelenné válik minden funkcióval együtt. Köszönöm szépen. Van esetleg kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, úgy köszönjük szépen a tájékoztatót. Hát, azt gondolom, hogy itt nekünk nem kell szavaznunk, hanem megköszönjük, hogy... Hogyha a testülettől kaphatnánk egy ilyen tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul veszem határozatot, akkor azt nagyon megköszönnénk. Rendben. Ha ezzel tudjuk támogatni a járási kormányhivatalt, akkor természetesen. Tehát akkor aki egyetért azzal, hogy jóváhagyólag tudomásul vesszük a Mohács járási hivatal
tájékoztatóját, az jelezze készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Köszönjük szépen. Akkor ahogy a napirendek során eldöntöttük, következő napirendben a komptarifákról szóló tájékoztatást tárgyalnánk. Köszöntöm Hüber Ádám urat, az MVR Kft. Ügyvezetőjét, és megkérem, hogy fáradjon ki, hiszen most egymás után négy a társaságot érintő napirendet fogunk tárgyalni. A komptarifákról mielőtt esetleg átadnám a szót ügyvezető úrnak, a bizottsági véleményeket szeretném kérdezni. Pénzügyi bizottság véleményét először. A bizottságunk támogatta az előterjesztést. Részönkormányzat állásfoglalását szeretném kérni. A részönkormányzat is tárgyalta, és a határozati javaslat elfogadását javasolja. Köszönöm. Mielőtt átadnám a szót, szeretném elmondani azt, hogy a kompközlekedés támogató kártyás rendszert megváltoztattuk az év első felében, és én örömmel látom azt a részönkormányzat tájékoztatójában, hogy a változtatás elérte a célját, és a szigeti lakosság igényeihez jobban igazodó támogatási rendszert sikerült kialakítanunk, és ugye a részönkormányzat tájékoztatójában az is megfogalmazásra került, hogy a Sziget Gyermekeért Alapítványnak nyújtott támogatás összege elegendő a gyermekek bérletének megvásárlásához, azaz, ez ha jól emlékszem, 700 ezer forint, és amit pedig az önkormányzat biztosított, 4 millió forintot, az is biztosan elegendő lesz a rászoruló szigeti lakosok támogatására, hiszen az első 11 hónapban 3 millió 224 ezer forint került felhasználásra. A napirend kapcsán mindjárt akkor szeretném azt felvetni, hogy ugye akkor a költségvetési rendeletünk készítésekor a tapasztalatokból kiindulva hasonló keretösszeg beállítását javasolom a következő évre. A részönkormányzat hasonló célú támogatására, és ugyanígy akkor a társaságunk felé pedig azt az elvárást szeretném megfogalmazni, hogy a jövő évben is 700 ezer forint támogatást nyújtson a Sziget Gyermekeért Alapítványnak. A Fogyasztóvédelmi Egyesülettől kikértük a különböző díjak változtatásával kapcsolatos előterjesztésekről, tehát az állásfoglalásukat, és ebben a Baranya-megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület azt írja, hogy tekintve, hogy a szolgáltatás veszteséges, még a 30 millió forint állami támogatás mellett is javasolják az előterjesztés elfogadását. Ezen felül a következőt szeretném még felvetni, hogy a határozati javaslat második felében van egy olyan mondat, hogy az MVR Kft. Révközlekedési ágazat 2015-i veszteségének csökkentése érdekében az önkormányzat 7 millió 300 ezer forint támogatást nyújt. Ezt a határozati javaslatból javaslom törölni, ezt a mondatot. Ugye, valóban veszteséges a kompközlekedés, de el kell mondanom azt, hogy itt nem kifejezetten a működtetés veszteségeinek a pótlásáról van szó, hanem arról van szó, hogy a kompközlekedés feltételeit biztosítandó sor került a komplejáró meghosszabbítására. Elég nagy küzdelem árán sikerült több mint 6 méterrel meghosszabbítani a komplejárót, azért, hogy rendkívül alacsony vízállás esetén is a kikötés biztosítható legyen. A
ez a program, ez összesen a közbeszerzés során kiderült 58.519.000 forintba került. Ehhez a közobból mi támogatást nyertünk, és a módosított támogatási szerződés szerint 85%-os támogatást kaptunk, és 15%-os önrészt kellett és kell hozzá előteremteni. Ez 10.834.162 forint. Ennek az önerőnek a biztosítását gondolta, vagy gondoltuk a cégvezetéssel, hogy ennek az előteresztésnek a keretében oldjuk meg. De utána nézettem, és kiderült, hogy igazából mi már korábban a pályázatokkal összefüggésben, pályázat benyújtásakor döntöttünk arról, hogy ennek a pályázatnak az önerejét a 2015-ös és a 2016-os évi költségvetés céltartalékából biztosítjuk. Én most azt javaslom, hogy ezt a korábbi határozatunkat módosítsuk, mivel azt a pályázat benyújtásakor hoztuk, időközben ugye lebonyolítottuk a közbeszerzési eljárást, pontosítottuk a bekerülési összeget, és ennek megfelelően kérem, hogy módosítsuk a 47/2015-ös 4.-23-án kelt képviselőtestületi határozatot, tehát amit a pályázat benyújtásakor, benyújtása előtt hoztunk, és ennek a határozatnak a harmadik pontját módosítjuk úgy, hogy a fejlesztési összköltsége 58.519.796 forint, az igényelt visszanemtérítendő támogatás 85%, a szükséges saját erőt 15%-ot, mely 10.834.162 forint az önkormányzat a 2015-ös és a 2016-os évi költségvetés céltartalékából biztosítja. Tehát javaslom ezt a korábbi határozatunkat ennek megfelelően már hozzáigazítani a ténylegesen kialakult költségekhez, és a határozat, tehát az előterjesztés eredeti határozatában a második bekezdés törlését. Ezt követően kérdezem ügyvezető urat, hogy van-e kiegészítés a napirendhez? Csak annyi, hogy tehát 2015 évben is kaptunk a költségvetésből üzemeltetésre 30 millió forint állami támogatást. A következő évi költségvetésben ugyancsak szerepel ez a 30 millió forint támogatás, amit a polgármester úr közbejárására kap meg a társaság. Enélkül teljesen ellehetetlenülne a kompágazat, sőt veszélyeztetni a KFT működését is. Csak ennyit szerettem volna mondani. Köszönjük a támogatás megítélésében való közreműködést. Köszönöm. Van-e valakinek kérdése, véleménye? Tehát amennyiben nincs hozzászólási igény, akkor először javaslom, hogy a határozati javaslatról szavazzunk az elhangzott módosítással, tehát a határozati javaslat második bekezdése elmarad. Úgy szavazunk határozati javaslatról, kérem, aki így egyetért, kell jelezze készfeltartással. Köszönöm. Volt-e ellenvélemény, vagy egy ellenvéleménnyel, és 11 igennel a javaslat elfogadásra került. A következőben pedig akkor, ahogy elmondtam, szavazzunk a 47/2015-ös képviselőtestületi határozatunk módosításáról. Ha megengedik, nem ismétlem el ugyanazokat a számokat, amiket az imént felolvastam. Tehát annak megfelelően kérem a korábbi határozati javaslat 3-as pontját módosítani. Aki egyetért, kérem jelezze készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Következő napi rendünk az önkormányzati bérlakások 2016 évi lakbéréről szóló előterjesztés. Itt is nézzük a fogyasztóvédők véleményét. Azt írják, hogy javasolják az előterjesztésben foglaltak elfogadását. Itt elég hosszan érvelnek, meg írják, hogy mit vizsgáltak. És gyakorlatilag
megemlítik, hogy más településeken is számottevő azon személyek száma, akik igen magas összeggel tartoznak az önkormányzatoknak, sajnos nálunk is. Mohácson is javasolják az előterjesztés elfogadását. Bizottsági véleményt kérdezem, pénzügyi bizottság. Bizottságunk is tárgyalta az előterjesztést, javasoljuk elfogadásra, és az ülésünkön is szóba került, hogy jelentős mértékű lakbérhátralék. Igen. Ügyvezető úrnak van-e kiegészítése? Igen, azt szeretném elmondani, hogy a lakbér hátralék csökkentése érdekében megvizsgáljuk, hogy kik azok, akik saját hibájukból nem fizetnek, és velük szemben megkíséreljük, fölmondjuk a szerződést, és megkíséreljük kirakni őket a lakásból. Köszönöm. Van-e kérdés, vélemény? Tehát akkor szavazunk, és az előterjesztés értelmében a rendeletünk úgy módosul, hogy 2016-os évre átlagosan 3%-kal emelkednek a lakbérek. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze készfeltartással. Köszönöm. Egyhangú volt a szavazás. Volt ellenvélemény, egy ellenvéleménnyel és 11 igennel a javaslat elfogadásra került. Következő napi rendünk a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló rendeletünk módosítása. Először ügyvezető úrnak adnám át a szót, ha van kiegészítése. Igen, tehát a bizottság ülésen megtudtam, hogy a Fogyasztóvédelmi Egyesülés kifogásolta 2,4%-os infláció feletti emelésnek az összegét. Azt szeretném mondani, hogy a temető üzemeltetés az mindvégig veszteséges volt, és ennek fő oka az, hogy túl magas bérleti díjat fizettünk az egyháznak. A bérleti díj, és bizonyára emlékeznek még, amikor átvettük a temető üzemeltetést, akkor több beruházást hajtottunk végre. Először egy pár hónap múlva kidőlt 200 méter hosszon a kerítés, amit helyre kellett állítanunk. Ezen felül bevezettük a vizet, a szennyvizet, a járdákat rendbe raktuk, mellékhelyiséget alakítottunk ki, és ezeknek az érték csökkenését a 10 éves bérleti időszak alatt el kell számolni. Tehát a bérleti díj és az érték csökkenés együttes összeg az összköltségnek mintegy 54%-a. A bizottság ülésen elhangzott az is, hogy kezdeményezzük az egyház felé az esetleges bérleti díj csökkentést, amit meg is fogunk tenni, hogyha erre felhatalmazást kapunk a testülettől. Jó, akkor most a bizottság véleményét szeretném kérni. Igen, a pénzügyi bizottság hosszan tárgyalta ezt az előterjesztést. A díjemeléssel kapcsolatosan jóváhagyólag foglaltunk állást, viszont a bizottság ülésen hangzott el az, hogy kezdeményezze az MVR Kft. A bérleti szerződés módosítását. Jelentős terhet ró, ami a díjban is megjelenik, ha jól emlékszem, 600 000 forint per hó bérleti díj, és ez egy három oldalon megállapodás, az önkormányzat, az egyház és az MVR Kft. Között kötődött, úgyhogy közösen kezdeményezzük ennek a bérleti szerződésnek a felülvizsgálatát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye? Tehát, hogy világos legyen, az előterjesztés szerint eddig január-október hónapban már összesen 6.463.000 forint bérleti díjat fizetett ki a társaság az egyháznak, katolikus egyháznak, amely a temető tulajdonosa. Ugye az előterjesztés azt tartalmazza, hogy 1.743.000 forint veszteséget eredményezett a társaságnak ez a tevékenység. Ahogy most ügyvezető úr mondta, az amortizációval együtt, tehát azért az ott azért megvizsgálandó, mert az legalábbis likviditásban nem okozhat problémát.
Viszont azt én is, tehát több észrevételt kaptam a lakosságtól, amely szerint magasnak tartják, sokalják a temetkezési díjakat, költségeket. Úgyhogy mindenféle körülményt mérlegelve én arra jutottam ma reggel, amikor átnéztem az anyagokat, hogy én azt javaslom, hogy vegyük le napirendről ezt a rendeletmódosítást. Adjuk vissza átdolgozásra az MVR Kft-nek és a Katolikus Egyháznak, azzal, hogy dolgozzanak ki egy új javaslatot, akár a díjak befagyasztására, vagy más díjszerkezetre, tehát egyáltalán vizsgálják felül ennek a tevékenységnek a díjszerkezetét, a bérleti díjmértékét, ne döntsünk most sem díjemelésről, sem másról. Nekem ez lenne a javaslatom. Ha a képviselőtestület egyetért vele, akkor azt bocsátanám szavazásra, hogy nem döntünk most, hanem visszaadjuk átdolgozásra az anyagot. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze készfeltartással. Jó, köszönöm, egyhangú volt a szavazás. A következő napirendünk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló napirend. Ügyvezető úrnak adnám meg a szót, amennyiben kíván kiegészítést tenni. A rendelet módosítást a jogszabály változások miatt van szükség. 2015. január 1-től kötelező a szelektív hulladékgyűjtés, ami az akkori előterjesztésünket akkor a képviselőtestület elutasította azzal, hogy akkor jelenjen meg ez a rendelet, amikor biztosítjuk a feltételeket a szelektív gyűjtéshez. Most megjöttek a szelektív gyűjtéshez az edényzetek, a jármű, a kiegészítő eszközök, úgyhogy január 1-től január 4-én elkezdjük majd kiosztani a családi házaknak a hulladékgyűjtő edényeket. Minden családi ház kap egy kék és egy sárga fedeles kukát a szelektív hulladékok gyűjtésére. Szelektív hulladékgyűjtés kötelező mindenkire nézve, tehát nekünk kötelezően el kell hozni, és a lakosságnak, tehát nem a hulladéktermelőknek viszont kötelessége ezt külön, elkülönülten gyűjteni. Ez az egyik része, a másik pedig, hogy egy új rendelet jelent meg novemberben arról, hogy egy 60 illetve 80 literes edényzetet kell bevezetni, mégpedig az egyedülállók részére, tehát a 80 literesről nincs értelme itt beszélnünk, mert nálunk a legkisebb edény az 70 literes, tehát a 70 literes az a 80 literest kiváltja, de a 60 literes edényről azért beszélni kell. 60 literes edényre az jogosult, aki életvitelszerűen egyedül él egy háztartásban, és igazolást hoz az önkormányzattól, a szolgáltatóhoz, hogy erről, hogy ő egyedül él, azzal a 60 literes kukára tudunk szerződést kötni. Ez a két dolog az, ami módosult az eredeti rendelethez képest. Igen, köszönöm. Ez a 60 literes edényről szóló rész, ez hol van a rendeletben? Segítsetek nekem, hogy ez a rendelet mely pontjában található. És addig is, igen, látom, rendben. A bizottság véleményét szeretném kérdezni. A pénzügyi bizottság támogatta az előterjesztést. Érdeklődéssel hallgattuk a Kft-nek az ügyvezetőjét, hogy ezek szerint egy családi házban lesz egy normál kuka, mondjuk egy 120 literes kuka, amiben mindenféle egyéb hulladék kerül bele, lesz egy sárga kuka, meg lesz egy kék kuka, a sárgába tesszük majd a PET palackokat, meg a pille palackokat, és a kékbe pedig a papíralapot. És ez kötelező jelleggel így kell szétválasztania minden lakónak, mert egyébként a Kft., a szolgáltató nem tudja elvinni a hulladékot. Ugye jól értelmeztük, köszönöm. Igen, tehát a rendelkezés
arról szól, hogy nem vihetjük el, tehát szelektív módon nem vihetjük el, hanem akkor azt kommunális hulladéknak kell minősíteni, és akkor ez egy plusz szolgáltatás, amit egy egyszerű ürítésként ki fogunk számlázni annak, aki nem, tehát a szelektívben más hulladékot rak. És jelezni fogjuk a jegyzőasszony felé ezt az eseményt. Nem tettünk mást, mert nincs más jogosultságunk. Tehát itt azért azt kell tudni és megfontolni, hogy most ezzel a rendszerrel, amelyre összesen egy 100 önkormányzat, tehát a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás települései pályáztunk, 1,6 milliárdos fejlesztési program valósul meg. Itt nem azt jelenti, hogy csak speciális edények kerülnek kihelyezésre az ingatlanokhoz, hanem ennek külön gyűjtőköre lesz, és külön géppel, tehát külön járművel fogják gyűjteni. Nem ugyanazzal az eszközzel, amelyik a vegyes kommunális hulladékot szedi össze, és ezért sem engedhető meg az, hogy abba a gépbe, amelyik mondjuk a PET-palackos kukákat üríti, abba belekerüljön vegyes hulladék. Aki nem megfelelően helyezi ki a szemetét, az szabálysértést követel, és tehát az a kormányhivatalhoz kerül, majd továbbításra is el kell járni vele szemben, nem beszélve arról, hogy a társaságnak is kárt okoz. Tehát mindenképpen a lakosság részéről itt együttműködést kérünk és várunk el, már csak azért is, mert a hulladék szolgáltatás az így is jelentős mértékben veszteséges. A begyűjtött szelektív hulladék, minél több a begyűjtött szelektív hulladék, annál inkább lehet csökkenteni a veszteséget. Egyéb vonatkozásban pedig, hogyha ellehetetlenül a szolgáltatás is olyan mértékben veszteséges marad, akkor az önkormányzatnak most egy hosszabb folyamat végén, én ebben most nem mennék bele, hogy ezt levezessem, remélem nem is kerül erre sor, de akkor egy adott folyamat végén nem marad más választása, mint a kommunális adót megemelni, mégpedig jelentős mértékben, mert ugye a hulladékszolgáltatás díját nem tudjuk változtatni, a rezsicsökkentésben befagyasztották. Amennyiben nem tudjuk a költségeket megfelelőképpen csökkenteni, például a szelektív gyűjtés minél hatékonyabb megvalósításával, akkor a vége az lesz, hogy a hulladék szolgáltatással foglalkozó ágazat vagy társaság elhetetlenül át kell adni a szolgáltatást másnak, aki majd nyilván benyújtja állami cégnek, aki be fogja nyújtani nekünk a valós költségekről szóló számlát, mivel az önkormányzat a szolgáltatás kötelezettje, mi pedig a fedezetet más módon nem tudjuk előteremteni, mint a kommunális adó jelentős, körülbelül dupla mértékűre történő emelésével. Ezt szeretnénk megelőzni, és ezért kérem mindenkinek a közreműködését ebben. Azt gondolom, hogy így is tulajdonképpen komfortosabb és könnyebb lesz a hulladék kihelyezése. Tehát ebben mindenképpen kérjük a lakosság megfelelő eljárását. Az üveghulladékot az továbbra is a hulladékgyűjtő szigeteknél lehet majd elhelyezni, leadni, tehát ott az eddigi gyakorlatnak megfelelően, tehát sajnos arra a szelektív gyűjtésnek ez a formája nem terjed ki. Bár nem szorosan ide tartozik, de mégis ezzel a napirenddel összefüggésben kell elmondani, hogy korábban döntöttünk arról rendkívüli ülés keretében, hogy a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásnak 250 millió forint hitelt nyújtunk azért, hogy a programot végre tudja hajtani. Ugye akkor elmondtam, hogy erre azért kell, hogy sor kerüljön, mert a projekt utófinanszírozott, az áfa tartalmát a programnak, ami 400 millió forint, azt a hulladékgazdálkodási társulásnak és az azt alkotó 100 önkormányzatnak kellene megelőlegezni. A társulásnak nincsen elegendő pénze, a 400 millióból 150 milliót tud a társulás maga kifizetni, a társulást alkotó önkormányzatoknak pedig nincsen pénze,
hogy nem ők arról tudomást szereztek, hogy Mohács rendelkezik ezt jócskán meghaladó fejlesztési tartalékkal. Ugye azt kérték, hogy segítsük ki a társulást, és ezáltal tegyük lehetővé, hogy a fejlesztési program ne lehetetlenüljön el. Tehát mi döntöttünk erről, és arról tájékoztatom önöket, hogy a társulás lehívta tőlünk a tegnapi napon a 250 millió forint hitelt, tehát a hitelszerződést a társulás elnökével, Szekszárd polgármesterével megkötöttem, és a 250 millió forintot a tegnapi napon elutaltuk. Reményen januárban a társulás benyújtja az ÁFA visszaigénylési kérelmét január 20-a előtt, 20-ával, és remélhetőleg azt követően minél rövidebb időn belül a 250 millió forint hitelt visszakapjuk. Van-e valakinek még ehhez a napirendhez esetleg kérdése, hozzászólás igénye? Bertanic képviselőasszony. A rendelet tervezetnek a 4 paragrafusában ugye meg van határozva az, hogy a társasházi övezetbe hetente egy alkalommal fogják elszállítani, családi házas övezet 2 hetente. Most lehet, hogy nem olvastam a többit talán teljes mértékben. Ez azt jelenti akkor, hogy amikor a fekete kukát viszik, akkor fogják a sárga, és vagy ez egész más rendszerben fog működni. Azt tudom, más. Hogy más autó, de nem azon a napon, nem hanem erről napon. Mindenki fog kapni egy... Tehát a mostani számla levélben benne volt az, hogy mikor, ja, ha jól emlékszem, szerdai napon lesz a szelektív hulladékgyűjtés. Jó, köszönöm, akkor bocsánat, ezt nem olvastam el. Köszönöm szépen. Igen, és ha jól emlékszem, akkor minden második héten szerdai napon, legalábbis a családi házas övezetben. Viszont valahol azt is olvastam, hogy úgy tervezik végrehajtani a kukák kiosztását, hogy mindenkinek magának kell elmenni érte. Most ezzel azért lehetnek problémák, gondok, mert aki rendelkezik személygépkocsival, annak talán ez nem okoz problémát, de aki nem, az nem biztos, hogy ezt olyan könnyen meg tudja oldani. Tehát én azt kérem, hogy nyilván meg lesznek az elején a tapasztalatok, de aki semmilyen módon nem tudja megoldani, ott akkor azt egy teherautóval, kis teherautóval, nagyobbal, akkor osszátok ki a kukákat, ha lesznek ilyenek. Tehát aki sehogy, tehát például én édesanyám sem tud elmenni a kukáért, tehát azt természetesen én majd egy meghatalmazás alapján el fogom neki vinni, de aki végképp nem tudja megoldani, akkor annak végső soron kit fogjuk vinni. De hát akkor időpontokat kell egyeztetni, mert hogyha oda megyünk és nincs otthon, tehát igen, egyeztetett, ez szervezés kérdése lesz, de meg fogjuk oldani, hogy mindenki hozzájuthasson a kukájához. Oké, köszönöm. Van-e hozzászólás igény? Amennyiben nincs, úgy kérem, aki egyetért az előterjesztés szerint a rendelettervezetben foglaltakkal, jelezze készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Következő, akkor úgy látom, hogy végére értünk ennek a blokknak. Következő napirendben tárgyaljuk a polgármesteri hivatal tevékenységéről szóló beszámolót. Jegyzőasszonynak adnám meg a szót. Nincs kiegészítés, akkor nem adom meg a szót. A bizottságok véleményét kérdezem. Gondolom, ezt minden bizottság tárgyalta. Akkor oktatási bizottság. Tárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk. Szociális és egészségügyi bizottság. Mi is tárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk a beszámolót, és nagyon alaposnak tartottuk, és nagyon szépen köszönjük a polgármesteri hivatal 2015 éves munkáját. Pénzügyi bizottság. Köszönjük szépen a részletes beszámolót, és támogatjuk az előterjesztést. Köszönöm. Van-e valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, akkor én annyit szeretnék ehhez elmondani, ugye, hogy ha valaki elolvassa a beszámolót, vagy akár benne él a hivatali önkormányzati mindennapokban, az láthatja, hogy az elmúlt időszakban jelentősen megváltozott, átalakult a feladatvégzés szerkezete. A kormányhivatalok létrejötte okán, és... Hát ebből adódóan
de maradt három markáns terület, amivel foglalkoznia kell a hivatalnak. Ez a népjóléti osztályhoz tartozó feladatok, a pénzügyi osztály, amely az önkormányzati feladatok tulajdonképpen pénzügyi oldalról történő kiszolgálását, ellenőrzését végzi, és a városfejlesztési osztály, műszaki osztály. Én úgy látom, hogy főleg tekintettel az elkövetkezendő pályázati időszakra, ugye jövő év elején megindul a pályázati munka, úgy látom, hogy a hivatali munkának a legfajsúlyosabb, leghangsúlyosabb eleme az a pályázatok, fejlesztések előkészítése, lebonyolítása, megvalósítása lesz, tehát átalakulunk lassan egy ilyen műszaki fejlesztési irodává, és hát maradnak még a népjóléti feladatok. Úgy érzem, hogy egyelőre ebbe az irányba súlyozódik át a hivatali tevékenység. Ami bizonyos szempontból nem baj, aztán majd úgy gondolom, hogy ez idővel azért részben le fog tisztulni a kép, és biztos vagyok benne, hogy lesznek még olyan igazgatással kapcsolatos feladatok, amelyek akár vissza is kerülnek az önkormányzati hivatalhoz. Egyelőre túllendülni látszik az inga. Amit még a feltételekhez elmondanék, azt gondolom, hogy a munkavégzés feltételei a hivatalban eddig is adottak voltak. Most ezek tovább javultak azzal, hogy látható kicseréltük itt évvégén rohamunkában a nyilászárókat. Itt, ahogy szokták mondani, a Schusternak is a cipője lyukas, tehát mi is fejlesztettünk, felújítottuk az intézményeinket, létesítményeinket, de hát a saját hivatalunkra eddig nem túl sokat fordítottunk. A nyilászárók jó része már igen elhasználódott, elkorhat állapotban volt. Már most lehet érezni ennek a munkának az előnyeit, amelyet egyébként az SHBAU Kft. Végzett el. Kiváló munkát végeztek a szakemberei és a élükön a vezetőikkel, Kis Gézával és Illés Tiborral, akik itt közvetlenül a munkát irányították. Viszont ez, ami most megtörtént, ez további beavatkozást is szükségessé tesz, és felszínre hozott néhány további hibát is. A födém szigetelése kapcsán is élesen előkerült, tehát a tető, amelyet 11 évvel ezelőtt került felújításra, de ez a zsindely úgy néz ki, hogy nem tudja azt, amit egyébként garanciában vállalnak. A tető felújítását a jövő évi programba be kell majd vennünk, tehát mindenképpen foglalkozni kell a kupolának és a teljes tetőszerkezetnek az átvizsgálásával, az elkorhadt faszerkezetek cseréjével és a tető felújításával, illetve a fűtésrendszer korszerűsítésével. Most, hogy a nyilászárók kicserélésre kerültek, mindenképpen aktuális lesz korszerűbb, energiahatékonyabb kazánok beépítése. A jelenlegiek már úgyis elhasználódtak, a háromból egy már működésképtelenné vált, két kazánunk van, de ezeket is korszerűbbre le kell majd cserélni, illetve ahol a fűtőtestek olyanok, azokat is le kell cserélni, és minden fűtőtestet el kell látni termosztatikus radiátor szerepekkel, hogy ennek a nyilászáró cserének az előnyeit élvezhessük, már olyan szempontból, hogy ez megtakarítást is hozzon ténylegesen. Tehát ezt a jövő évi költségvetésben mindenképpen majd szerepeltetni kell, és szerepeltetni fogjuk. A humán erőforrás szerkezethez annyit szeretnék elmondani, bár az előterjesztés szerint ugye az látszik, hogy az engedélyezett létszámmal szemben ugye a kevesebb a köztisztviselői létszám a hivatalban. Azt gondolom, hogy elegendő ez a köztisztviselői létszám, ami itt jelenleg
szerepel, tehát a betöltött álláshelyek száma, viszont azt is gondolom, hogy ha a feladatok átsúlyozódnak, ahogy már az előbb említettem, a fejlesztési feladatok, a műszaki jellegű feladatok felé, akkor az is lehet, hogy a létszám arányokat is meg kell változtatnunk, át kell strukturálnunk, mégpedig úgy, hogy ahol nő a feladat, oda többletlétszámot biztosítunk, ahol pedig csökkent, onnan létszámot vonunk el. Más kiegészítésem nincs a napirendhez, képviselőtestületnek. Akkor kérem, aki a beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja, jelezze készfeltartása. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Következő napirendünk a 2015 évi külföldi kapcsolatokról és a 2016 évi tervekről szóló előterjesztés. Oktatási bizottság véleményét kérdezem. Tárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk, és megemlítettük azt, hogy a lengyel kapcsolat újraélett, és ennek nagyon örültünk. Köszönöm. Szociális és egészségügyi bizottság. A határozati javaslatot elfogadásra javasoljuk. Pénzügyi bizottság. Támogattuk az előterjesztést. Van-e kérdése valakinek, véleménye? Kérem, aki egyetért a 2016 évi külföldi kapcsolatok tervével, jelezze készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Következő napirendünk a 2016 évi közterülethasználati díjakról szóló előterjesztés. Pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. Támogattuk a rendeletmódosítást. Van-e kérdés, vélemény? Kérem, aki egyetért a közterülethasználati díjak előterjesztés szerinti 2,4%-os átlagos emelésével, jelezze készfeltartással. Volt ellene valaki? Egy ellenszavazat, 11 igennel a javaslat elfogadásra került. Következő napi rendünk a 2016 évi piac vásárdiakról szól előterjesztés. Itt is átlagosan 2,4%-os emelést tartalmaz az előterjesztés. Pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. Támogattuk a rendeletmódosítást. Van-e kérdés, vélemény? Kérem, aki egyetért a javaslattal, jelezze készfeltartással. Köszönöm. Ellenvélemény, egy ellenvélemény, 11 igennel a rendelet elfogadásra került. És természetesen az előző napi rendben is a rendeletet fogadtuk el, mivel hogy más határozati javaslat nem is volt, tehát a rendeletről szavaztunk. Azért van átlagosan 2,4%-os emelés egyébként piacvásári díjaknál, közterületfoglalási díjaknál, mert hogy a jövő évre 2,4%-os inflációs ráta a prognosztizált. A következő napirendünk a 2015 évi költségvetési rendelet következő módosítása. A pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. Támogattuk a rendeletmódosítást, technikai átvezetésekről volt szó. Igen, van-e kérdése valakinek? Vélemény, kiegészítés? Az előterjesztéshez nem lenne, utána szeretnék egy dolgot előterjeszteni vagy javasolni. Jó, akkor mennyiben nincs, kérem, aki a rendelettervezetben foglaltakat elfogadja, jelezze készfeltartással. Ellene volt-e valaki, vagy tartózkodott-e? Egy tartózkodással, 11 igennel elfogadtuk. Parancsolj! Köszönöm. A költségvetéssel, pontosabban a költségvetésünk teljesítésével összefügg egy kérdés. A könyvelők jelezték nekem, hogy közeleg az év végén és a zárlat során látják, hogy vannak olyan behajtatatlan követelések, amelyeket érdemes kivezetni a könyvelésünkből. A behajtatatlan követeléseknek egy szűk szeletére szeretnénk koncentrálni. Az idei busójárás kapcsán, tehát a 2015 évi busójárás kapcsán 2014-ben már ki lett az ide érkező árusoknak számlázva a díj. És az árusok között volt viszonylag sok, aki lemondta, átalakította az igényét, stb. Mondanék egy-két példát. Át kellett tenni mondjuk másik helyre az árust, kisebb helyről nagyobbra. Új számlát bocsátottunk ki neki, de a 2014 évi számlája nem lesz tornozva. Vagy nem jól adták meg a számlázási nevüket, címüket, vagy a helyszínre érkezve, tehát a rendezvényre megérkezve, itt lett neki kiállítva készpénzes számla, holott már előtte levélben elküldtük nekik az átutalásos számlát is. Ilyenféle dolgokból 61 darab van,
és ezek összesen 2.029.786 forintot jelentenek, tehát ezek olyan követelések, amik igazából nem, fogalmazok úgy, hogy nem jogosak, hiszen vagy nem jöttek el ténylegesen a rendezvényre, vagy pedig a helyszínen kifizették. Ezek átutalásos számlák, és szeretnék javasolni, vagy kérni a képviselő testülettől egy olyan határozatot, hogy Mohács város képviselő testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat követelései közül 2.029.786 forint értékben kivezetésre kerüljenek a 2015 évi buszjárása kapcsolatban 2014 évben kiszámlázott, de be nem folyt bérleti díjak. Nyilván a buszjáráson csak azok az árusok voltak itt, vagy vehettek részt, akik ténylegesen kifizették, ebben nem volt hiba, de nem szeretnénk átgörgetni a következő esztendőbe is, ezért bátorkodtam ezt így decemberben előterjeszteni, vagy ebben kérni a véleményüket, segítségüket. Köszönöm. Ez van-e valakinek hozzászólás igénye? Igazából ugye ezek a helyek nem maradtak kihasználatlanul, mert másnak értékesítve lettek, tehát azt gondolom, hogy ez természetes, hogy ezt a költségvetésből ki kell vezetni, tehát hogyha szükséges, akkor ezt támogassuk egy határozattal. Kérem, aki egyetért a költségvetésből történő követelés kivezetéssel, az elhangzottak szerint jelezze készfeltartással. Egyhangú volt a szavazás, köszönöm. Következő napirendünk folyószámla hitelszerződés meghosszabbításáról szól előterjesztés, pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. Tudomásunk volt arról, hogy a város, az önkormányzatunk szinte nem használja ezt a keretet. Ennek a megújítását azért támogatjuk, annak figyelembevételével, hogy a megújítás az nem kerül semmilyen költségbe. Ezt elsősorban az indokolja, hogy jönnek majd nagyobb kiadások, fejlesztések, a forrásainkat különböző befektetésekben hozamoltatjuk, nem biztos, hogy olyan ütemben szabadulnak fel a forrásaink, ahogy adott esetben egy-egy nagyobb fejlesztéshez, beruházáshoz kell, ezért tartjuk indokoltnak egy ilyen hitelkeretnek a fenntartását. Van egy kérdés, vélemény? Kérem, aki egyetért a hitelkeret meghosszabbításával, jelezze készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Következő napirendünk a többcélú kistérségi társulás megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés. Kívánsz kiegészítést tenni? Pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. Támogatjuk a módosítást, viszont. Kérdés, vélemény. Kérem, aki egyetért a társulási megállapodás módosításával, az előterjesztés szerint jelezze készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Következő napirendünk a házi orvosi és a területi védőnői körzetekről szóló rendeletünk módosításáról szóló napirend. A Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét kérdezem. A rendelet módosítását elfogadtuk. Köszönöm, van-e kérdés, vélemény? Tehát ugye itt az indok az, hogy a legutóbbi 2007-es módosítás óta jelentősen eltolódtak a védőnői körzetek, és a körzetekben ellátottak aránya, ezt kellene újra szabni, hogy a nagyjából egyensúlyban legyen a terhelés, egyforma legyen, arányos legyen, inkább így fogalmaznék. Van-e kérdés, vélemény? Kérem, aki egyetért a rendelettervezetben foglaltakkal szavazzon. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Következő napirendünk a beszerzések bonyolításának szabályzatáról szóló előterjesztés. Ugye ennek indoka az, hogy egyrészt ugye most változott, meg változik a közbeszerzési törvény. Nemrégiben elfogadták az új KBT-t, aztán most már azt is módosítják. Nekünk pedig feladatunk a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseink vonatkozásában egy beszerzési szabályzat készítése. Ugye itt ez az értékhatár, tehát a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések, ezek nullától az adott keretösszegig terjednek, mondjuk szolgáltatás árubeszerzés esetében 8 millió forintig, építési beruházás esetében úgy tudom 15 millió forintig, tehát még egyszer mondom, nullától addig, ameddig, tehát amit a KBT meghatároz, de ebben a szabályzatban nyilván egy értelmes határt kívántunk
meghatározni, ezért 3 millió forint és a közbeszerzési értékhatár közötti beszerzéseket szabályozzuk. Nem kívánunk minden apró beszerzés esetén megnehezíteni az életünket és a hétköznapjainkat azzal, hogy akár 20 vagy 50 ezer forintos beszerzéseknél is több ajánlatot kérjünk, meg pályázatot írjunk ki, és ezáltal esetleg olyan legyen a működésünk, olyan nyögvenyelős legyen, mint amit a Kliknél meg lehetett tapasztalni, amikor bevezették ezt a rendszert. Ez az egyik, a másik, hogy nem keverendő össze a beszerzési szabályzat a kötelezettségvállalás rendjével, mert azt pedig szabályoztuk, és szabályozva van, hogy kik vállalhatnak kötelezettséget a 20 ezer forint alatti beszerzésekre, ki vállalhat kötelezettséget a 20 ezer és a 100 ezer forint alatti beszerzésekre, és a 100 ezer fölötti beszerzések pedig hozzám tartoznak. Tehát az attól függetlenül, hogy valamely beszerzés beleesik-e ennek a szabályzatnak a hatájába vagy sem, minden beszerzés szabályozva van és különböző engedélyezési eljáráshoz kötött. Ezt követően szeretném kérni a pénzügyi bizottság véleményét. Támogattuk az előterjesztést. Köszönöm. Van-e más bizottság nem tárgyalta? Van-e kérdés, vélemény? Mennyiben nincs, úgy kérem, aki egyetért a beszerzések bonyolításának szabályzatáról szóló előterjesztéssel és az előterjesztés szerinti szabályzatban foglaltakkal jelezze készfeltartással. Jó, köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Következő napi rendünk megállapodás módosítása iránti kérelemről szóló előterjesztés. Először kérném a pénzügyi bizottság véleményét. Visszakérdeznék, ez a vágóidas megállapodás? Ugye? Igen. Igen. A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, és néhány észrevétele volt, vagy módosító javallata. Az egyik az, hogy a bankgaranciának az időtartalmát is igazítsuk az új módosított időintervallumhoz. A pontos dátumokat most már nem biztos, hogy fel tudnám sorolni, de ez volt a bizottságnak a javallata, tehát ki kellene tolni azt is legalább egy évvel a bankgarancia lejáratának az időtartamát. És tudomásunkra jutott a Vágóhíd képviselőjének az ajánlata, hogy a módosításért cserébe további 50 mohácsi helyi munkavállaló foglalkoztatását vállalják, azzal, hogy ha jól emlékszem, 2017. december 31-éig tudják ezt a vállalásukat teljesíteni. Köszönjük. Köszönöm. Annyi, nem pontosan így van, de majdnem. Tehát ugye az MC Vágóhíd ZRT azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy a korábban vállalt határidejét, ami ugye a beruházás befejezésére és a foglalkoztatás megkezdésére vonatkozik, azt 2016. június 30-áról 2016. december 31-ére módosítsuk. Tehát ugye emlékeztetőül 300 fő helyi munkavállaló foglalkoztatását vállalták korábban a szerződésben. Amikor egyrészt a módosítási kérelmüket benyújtották, már akkor is nyilván ennek a feltételeiről megkezdtük a tárgyalásokat, és az elmúlt napokban pedig tovább folytattam ezeket a tárgyalásokat, és elmondtam nekik, hogy mivel a kérelmükben ugye az szerepel indokként, hogy a olyan új bővítéseket, tehát az eredeti tervvel túl olyan bővítéseket is létre kívánnak hozni,
a vágási és a csontozási folyamat végtermékeként létrejövő termékek nagyobb arányú továbbfeldolgozása érdekében. Tehát csomagoló üzemet és ezekhez kapcsolódó logisztikai bővítést is létrehoznak. Nagyobb, tehát a továbbfeldolgozást arányát növelik, ezért kértem, hogy akkor ugyan már, hogyha ha lesz csomagolóüzem is, meg nyilván azt kiszolgáló logisztikai egység is, akkor ezzel nyilván többletfoglalkoztatás is jár, akkor vállaljanak felénk is többletfoglalkoztatást, ha már a határidő módosítását kérik. Nos, itt 50 fő tovább, tehát 50 fő többletvállalást sikerült kialkudni, ami írásban is megerősítettek, és a tegnapi napon kaptam azt a levelüket, amelyben azt írják, hogy 2017. december 31-től további 50 fő helyi munkavállalását is, alkalmazását is elérhetőnek tartják. Tehát az üzem bővítése okán. Akkor ez így azt jelenteni, hogy egyszer kérik a képviselőtestület hozzájárulását ahhoz, hogy az előterjesztés szerint 2016. december 31-től, tehát december 31-ére módosítsuk a vállalási határidőt, és 2016. december 31-től kötelezően vállalják 300 fő helyi munkavállaló foglalkoztatását folyamatosan, tartósan 5 éven keresztül. Tehát 5 éven keresztül a Vágóhídon alkalmazott 560 főből 300 főnek, Mohácsi lakosnak kell lenni. Ezen felül 2017. december 31-ével további plusz 50 fő helyi munkavállaló foglalkoztatását helyezik kilátásba, vállalják. Én azt javaslom, hogy így fogadjuk el, így járuljunk hozzá a kérelmükhöz. Tehát, hogy 2017. december 31-től pedig 350 fő helyi munkavállaló foglalkoztatását kérjük és várjuk el. Akkor már ugye a hátralévő 4 éven keresztül, tehát az akkor 2021. december 31-ig, hogyha jól számolom. Tehát akkor még egyszer, 2016. dec 31-től 2017. dec 31-ig 300 fő helyi munkavállaló foglalkoztatással kötelezettség, 2017. december 31-től kezdődően 350 fő helyi munkavállaló foglalkoztatását vállalják, és hát a kezdő időponttól 5 évig, tehát magyarán 2016. december 31-től számítottan 5 évig, azaz 2021. december 31-ig. Tehát én javaslom, hogy ilyen feltételek mellett járuljunk hozzá a határidő módosításhoz, és akkor a képviselőtestület erre hatalmazzon fel engem, hogy a megkötött, a korábban 2013. május 8-án megkötött megállapodásunkat ennek megfelelően módosítsuk. Van-e ehhez kérdés, hozzászólás igény? Amennyiben, igen, Pávkovics képviselő úr. A bizottság jelezte, hogy akkor a bankgaranciának az időtartamát is hosszabbítani kell, és 2022. február 28 legyen akkor a lejárat, mert az eredeti szerződésben 2021. február 28 volt, tehát plusz egy év legyen az alapmegállapodásban. 2022. február 28, igen. Jó. Jó, köszönöm. Akkor én azt kérem önöktől, hogy ne kelljen már még egyszer elmondanom, tehát amit egyszer az előbb elmondtam, a kötelező helyi munkavállaló foglalkoztatásáról, határidőkről, akkor egyszer szavazzunk arról, aki egyetért az elmondottakkal, kérem jelezze készfeltartással. Köszönöm. Egyhangú volt a szavazás, és akkor most szavazzunk a bizottság javaslatáról, hogy a
az eredeti megállapodásban vállalt bankgaranciának az időintervallumát is igazítani kell a módosult teljesítési időpontokhoz. Ennek megfelelően a bankgaranciák lejárati időpontja 2022. február 28-a legyen. Aki ezzel egyetért, jelezze készfeltartása. Köszönöm. Egyhangú volt a szavazás. Akkor a következő napi rendünk. Egy megállapodásról szól. Még az előző napi rendhez annyit, tehát mondanám, ez is teljesen friss információ. Ugye a tegnapi napon, a tegnap előtti napon a tárgyalásaink, alkudozásaink során közölték, hogy összesen 560 fő munkavállalóval számolnak a Vágóhídon. Tehát ebből a kötelezettség legalább minimálisan 350 fő mohácsi lakosú munkavállaló alkalmazása. De természetesen ez nem zárja ki azt, hogy a többi 210 főből is minél többen mohácsiak legyenek. Amennyiben lesz hozzá elegendő mohácsi jelentkező, akkor nyilván a társaságnak is az az érdeke, hogy inkább helyieket foglalkoztasson, mint távolabb lakókat. Nos, akkor a következő napi rendünk megállapodásról szóló előterjesztés. A pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. Támogattuk a megállapodás megkötését. Van-e kérdés, vélemény? Tehát lejárt a Mohács város. Van a híradóműsor, tehát a helyi események, helyi rendezvények, testületi ülések, egyebek közvetítésére korábban megkötött televíziós megállapodás, és ennek megfelelően az imént elfogadott szabályzat értelmében is egy eljárás keretében, beszerzési eljárás keretében kell és kívánjuk kiválasztani a szolgáltatót január 1-től. Kérdés, vélemény nincs. Kérem, aki elfogadja az előterjesztésben foglaltokat, egyetért a határozati javaslattal, jelezze készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Következő napi rendünk. Az intézményvezetői megbízásról szóló előterjesztés. Szeretném megkérdezni a pályázót, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy nyilvános ülésen tárgyaljuk a napirendet. Mert kérheted azt is, hogy zárt ülésen tárgyaljuk. De köszönöm. Akkor bizottságok véleményét kérdezem. Oktatási bizottság. Bizottság tárgyalta, és dr. Ferkorp Jakabot javasolja 5 évre kinevezni a múzeum, Kanizsai Dorottya Múzeum és Ifjúsági Centrum élére. Igen, pénzügyi bizottság. Pénzügyi bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és az eddigi intézményvezetői munkáját is figyelembe véve alkalmasnak tartjuk dr. Ferkorp Jakabot az intézményvezetői megbízatásra. Köszönöm. Köszönöm. Van-e kérdés? Vélemény. Tehát akkor kérem a képviselőtestületet, hogy döntsünk arról, hogy az összevont intézménynek, tehát a Kanizsai Dorottya Múzeum, Ifjúsági Centrum és Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére dr. Ferkov Jakab pályázót alkalmasnak találjuk, és 2016. január 1-től 5 éves időtartamra megbízzuk az intézmény vezetésével. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze készfeltartással. Jó, köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Gratulálunk, további jó munkát kívánunk. Úgy látom, nem okoztunk túl nagy meglepetést. A következő
Napirendünk a tehetséges és szociálisan rászoruló fiatal támogatásáról szóló napirend, oktatási bizottság véleményét kérdezem. Tárgyaltuk, és 60 ezer forint per hóban állapítottuk, vagy javasoljuk Szabó Zsolt Adriánnak a támogatását. Nem ez van az előterjesztésben. Pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. Tudomásunk volt már az oktatási bizottság javallatáról, és a pénzügyi bizottság támogatta a 60 ezer forintot. Jó, van-e kérdés? Vélemény? Oké. Tehát itt először is ugye azt gondolom, hogy örömmel konstatálhatjuk, hogy nevezett Szabó Zsolt Adrián, immár negyedéves hallgatója a jogi, tehát a PTA jogi karának. És hát amennyire emlékszem, végig kezdetektől fogva támogattuk a tanulmányait. Két éve. Két éve? Igen. 2013. Tehát ez, ha tekintetbe véve, hogy ugye, úgy tűnik, hogy jó tanulmányi átlagú fiatalember, minden bizonnyal ez azt jelenti, hogy másfél éven belül befejezheti befejezi a tanulmányait. A bizottságok, ugye az előterjesztés szerint 50 ezer forint per hó támogatást javasoltunk, a bizottságok 60 ezer forint per hóra tesznek javaslatot. Először erről szavazunk, akkor kérem, aki egyetért a 60 ezer forint per hó támogatással, Szabó Zsolt Adrián részére 2016. január 1-től december 31-ig jelezze készfeltartással. Egyhangú volt a szavazás. Köszönöm. Következő napi rendünk az interpellációk. Van-e képviselők közül valaki, aki a korábbi interpellációjára adott választ nem fogadja el? Nincs. Új interpellációk. Jaksi György képviselő úr. Köszönöm szépen a szót. Hát én a Perenyi tömb lakóik részéről szeretnék egy pár szót mondani, de tényleg nagyon röviden, mert ezt levél formában szeretném átnyújtani polgármester úrnak, hiszen egy szép, hosszú levelet írtak nekem, amit annyit jelent, hogy körülbelül 40 éve ott a lakótömb területén semmiféle felújítás nem történt. Én csak annyit akarok mondani, hogy a levelet majd szeretném a polgármester úrnak átadni. Köszönöm szépen. Nem értettem, a lakótömbben nem történt, tehát az magántulajdonú lakótömb. A Perenyi utca? Ja, most azt hittem, hogy a magát, az épületet. Nem, kérik. Maga a területén. És jó, azért hát, szeretném ezt a levelet majd átnyújtani. Jó, rendben, tehát, de azt te is tudod, hogy tervezünk egy jelentősebb útfelújítási programot, ami érinteni fogja ezt a városrészt is, tehát jövő évtől kezdődően ütemezetten még kettő vagy három ütemben több utcát fel fogunk újítani, hát majd akkor megvizsgáltatom. Van-e további interpellációra igény? Amennyiben nincs, úgy köszönöm szépen a részvételt, a képviselőtestületi ülést, az ez évi utolsó képviselőtestületi ülésünket lezárom, és akkor hívom Önöket egy fogadásra a kis tanácskozóba, egy rövid fogadásra. Akkor befejezésül pedig mindenkinek, minden kedves mohácsi polgárnak, lakosnak, aki arra érdemes, annak boldog karácsonyi ünnepeket és egy szerencsés, eredményes új esztendőt kívánok. Köszönöm szépen, képviselőtestületi ülést lezárom.